Sziasztok, Macukai vagyok, és nem vagyok középen, szóval most így nagyon lassacskán, sunyin ide mászok középre. Egy ideig ez a videó lesz, remélhetőleg, bár valljuk be, rólam van szó, nem biztos, az utolsó Yume Twins videó. Vettem magamnak valamit karácsonyra, amit idő lesz visszaspórolni, és ja, muszáj pár Yume Twins dobozról lemondanom. Persze, hogyha valami olyan extrém király dolog van benne, akkor nem fogom lemondani, hanem akkor megnézzük, megvesszük, da-da-da. De jelenleg muszáj egy picikét visszafognom magam, hogy visszajöjjön az a pénz majd. Igen, ma Yume Twins doboz fogunk kidobni. Help me! Ma egy Yume Twins dobozt fogunk kinyitni, ismét. Őszintén nem tudtam ezt a dobozt nem megrendelni, mivel van benne valami, ami tök hasznos is, és nagyon szép, és igen. És ha ez nem elég, nem tudom, mi van ebben a dobozban, sikerült a spoilereket elkerülnöm, egyetlen egy dolgot tudok, hogy mi van ebben a dobozban, és ennyi. Szóval ez most extrém izgi még nekem is, mert tényleg nem tudom, mi van a dobozban. És egyébként, amit én nem tudtam, hogy az új update-tel, a doboz is mindig új lesz, mert eddig ugye mindig ugyanazt a dobozt kapták az emberek így éveken keresztül, most viszont újak a dobozok, és ennek az alakja is más, és tök cuki. Ilyen kis minden van rajta. Kis csillagok, minden is. Látjátok jól? Látjátok? Nagyon szép. Nagyon-nagyon szép. Nézzük meg, kinyitom nektek, mondjátok meg, hogy tetszik-e, ami benne van. Én nem tudom, mi. Úristen! Az, amire gondolok és sírni fogok. Az, amire gondolok és sírni fogok. Oké, bocsánat, oké, szóval nézzétek, mi van a dobozban. És most ide fordítom, és készüljetek a leghangosabb pisításra, amit valaha hallottatok, ha ez az, amire gondolok. Ha nem, akkor meg arra sírni fogok. Nem az! Sad. Csak hogy elmondjam, hogy miért voltam annyira izgatott. Azért voltam annyira izgatott, mert azt hittem, hogy megkaptam a bónusz plusz játékot, amit kapsz, hogyha először rendelsz. És az a Natsume's Book of Friends nevű animéből volt a macska, akit én nagyon szerettem, és egy picit megörültem, amikor megláttam, hogy mégis van benne plusz játék, mert azt hittem, hogy ebben nincsen, hogy esetleg véletlenül elküldték nekem, de nem. Szóval, ja, ez is cuki, félre ne értsétek, de most kicsikét a szívem szakad meg. Oké, nézzük meg, mi van a dobozban. Ismét használjuk majd az előző Yume Twins-es izét, hogy eltakarjuk, hogy mi van a dobozban. Viszont annak ellenére, hogy extrém csalódott vagyok, tetszik a plusz játék. Ezt nagyon jól rá lehet helyezni valamire, és nagyon-nagyon szép. Picit örülök, hogy nem ugyanaz az alakja van, mint a többinek, mert már őszintén nem tudom hova tenni ezeket a nagy, széles plusz játékokat. Milyennek a márkának a neve? Ó, oh, Cinnamonról. Igen. Szóval ő egy Sanrio-s karakter. És plüsi. Nagyon cuki egyébként, bocsánat, hogy nem örültem neked, bocsánat. Segény, biztos nagyon szomorú, hogy nem örülnek neki. Szóval ő az, gondolom, ilyen kis újévi dísz, ami van a kis nyakába. Van egy narancs a kis tetején, nagyon kedves. Jó, haladjuk. Ololo? Ölölölö? Oszedjük ki ezt. Ez az, amiről tudok. És emiatt rendeltem meg a dobozt. Nagyon kedves kis. Ez elméletileg ilyen rámenes tál, hát ahhoz szerintem picit kicsi. De nagyon-nagyon cuki. Szóval nagyon szerettem volna, mert amúgy is nagyon kevés kistányérom van. Szóval, hogy amúgy is kellett nekem kistányér. Szóval gondoltam, akkor már legyen totorós kistányérom. Jó, de kedves. Anyagba elég fura. Kicsit ilyen műanyagos. Gondolom, mert műanyag. Szóval van egy sanda gyanúm, hogy ez nem mikrózható, de majd erről beszélünk egy picikét később, amikor kinyitjuk a magazint, meg ilyeneket. A belseje az kis piros, külseje fekete, nagyon cuki. Szóval igen, ezt emiatt rendeltem meg a dobozt, nem fogok hazudni nektek. De haladjunk is tovább. Na jó. Nem tudom, mik ezek a hangok, amiket kiadok. Ez egy kis Hello Kitty-s lámpa, nézzétek meg! Ah! Nézzük meg, melyik színt kaptuk. Gyereki, nincs időm, még 3 videót fel kell vennem. Szóval 2 részből áll, nem tudom, hogy ez most fókuszban van-e vagy nem, szerintem nagyjából. 2 részből áll, ebben van egy kis Hello Kitty, és utána ezt rárakod erre. Ezt mindjárt kihúzzuk belőle a papírt. Jó! Így nagyon nehéz lesz látni, de a kezemen látjátok, hogy milyen színű egyébként.
változik, szóval minden színű. De jó! Jaj, de kedves, úristen! Jaj, de kedves! És ennek is nagyon örülök, hogy pici, mert ezt valahova ki lehet tenni. Mondanám, hogy a háttérbe, de így ez a rohadt nagy lámpák mellett nem lenne sok esélye szegény kis lámpának, mert ezek viszont arra voltak kitalálva, hogy rendesen házakat világítsanak meg. Szóval igen, haladjunk tovább. Egy mi egy? Mondjátok meg, én nem tudom. Ami nem néztem még rá. Úristen! Úristen, én nagyon aranyos! Úristen, ő nagyon tetszik. Nagyon. Hova akasztom föl? Valahova fel akarom akasztani. Igen. Tök aranyos lenne. Lehet valahogy rászerelem a felettem lévő tükörre. És akkor itt alatta ki fog lógni. Szerintem azt meg tudom oldani, ha nagyon sunyi vagyok. Ja, meg tudom oldani. Ezt fogjuk tenni. Szóval gondolom az eredetileg ajtóakasztóra lett kitalálva, de az ajtómon nincs akasztó, szóval nem fogom az ajtómra tenni, de unikóni gyarogya. Unikóni is, és kis fa. Szóval ez egy ilyen kis tök minőségi cucc, nagyon tetszik. Amúgy a Jumetwins ezen téren mindig meglep, hogy így nagyon jó minőségi cuccok vannak benne. Jaj, nagyon kedves. Nézzük tovább. Van egyáltalán még cucc benne? Ja, van még. Szerintem egy dolog van benne, és utána vége, igen. Így van. Egy mi egy? Rajta hagyták a zárát. Szerintem ez egy mágnes. És úristen, nincs egy darab mágnesem se. Titás mágnes. Nényideg milyen aranyos. Kis cicsa van rajta a lyukatában. Sajnos nem tudom, mert túl sok a kanji, meg még mellé egy olyan írással is van, tehát másfajta írással van megcsinálva, szóval nagyon nehéz elolvasni a számomra, hogy mi van ráírva. De ilyen kis cukika. Mint mondtam, szerintem mágnes, majd kiderül mindjárt a magazinból, hogy az volt. De szóval kezdjük is bele a magazin olvasásba. Ó, és az alján is van ilyen kis üzenet, hogy arigato. Igen, ez a szokásos kis papírka, hogy nyerhetsz ezt meg azt, eddig még nem nyertem semmit sajnos. És ez pedig megmutatja, mi lehetett benne. Na! Új, lehetett volna Shiba Inus mágnes. Már nagyon szeretem a titákat, de a Shiba Inukat is nagyon szeretem. A mostani magazinban ugye az újévi dolgokról beszél igazából a magazin, hogy miket csinálnak új évkor a japánok. Ja, teljes egészében minden arról szól, ezekről a tipikus dolgokról, hogy már animékben biztos láttatok ti is, hogy miket szoktak csinálni a gyermekek. Na nézzük meg! Szóval a plüssjáték az egy mocsi ihlette. Ez egy létező mocsi. Itt van a kis képen is. Ezen az oldalon van. Ott van a kis képen, hogy egyébként milyen mocsi ihlette, hogy a cushion mi az. A párna, amin ül ez a gyermek, az a meditációt reprezentálja. Ja. Kettő opció volt ebből a tálból. Baszki, a másik tökéletes lett volna, gyerekek, mert nem tudom, látjátok-e, mi van a pólómon. És basszus, a másik tálon pont az a karakter volt. Áh, francba! Áj, de szomorú vagyok! Bár amúgy a Totorósat akartam, szóval nem tudom, miért vagyok szomorú, csak viccesebb lett volna, ha úgy, hogy nem tudom, hogy az opció, megkapom azt a tálat, miközben ez a felső van rajtam. Direkt ehhez a videóhoz választottam a felsőmet, mert tudtam, hogy ugye ez a téma. A kis csomag, kis Ghibli. A mocsi levesről is beszélgetnek benne. Nem is tudtam, hogy mocsit lehet levesbe tenni. Én mocsit csak édesen ettem meg ezzel a babcuccal benne. Eddig nem próbáltam még másféle mocsit. Nagyon durva, mennyi opció volt egyébként a Hello Kitty lightokból. Melyiket kaptuk mi? Igen, mi a legutolsót kaptuk. Ó, az igen, a Tanuki, akartam mondani, hogy valamire nagyon hasonlít a kis Hello Kitty. Tanuki jelmez van rajta. Symbol of joy, good luck and fortune. Szóval fordítás. Boldogság, jó szerencse. Ja, ezt szimbolizálja a gyermek. Az tökéletes a számomra, mert arra biztos, hogy szükségem van. Ó, oké. Szóval az a kis felakaszthatós mütymüty, az egyébként ezt viszed el a shrine-ba, és írsz rá valami kis kívánságot, és ott hagyod a shrine-ba, szóval ez az. Ja.
és ahogy látom, van még róla egy komolyabb cikk, hogy mit is jelent ez a dolog, szóval ő nem egy felakaszthatós kis ajtódísz, hanem egy kívánság dolog. Hogy olyan aranyosak a kutyások, hívítek meg! Úristen! Új Isten! Ó, és azt mondja, hogy mivel hát valószínűleg Shrine-ba nem tudsz elmenni vele, ráírhatsz kívánságot, kiteheted a szobádba, és akkor emlékeztetni fog téged arra, hogy mi a legfőbb kívánságod az évre. Szóval ugye ezek ihlették ezt a kis akasztót. Na jó, most viszont tényleg be kell már lépnünk ebbe a fotó cuccba, mert Demon Slayer-es cuccokat lehet nyerni, szóval. Ennyike volt ez a videó. Tudom, hogy nem volt annyira jókedvű, mint általában szokott lenni, ez most tényleg egyszerűen csak a karácsonyi hajszó az itt tönkretesz, de minden jó, abszolút minden jó, és majd találkozunk a következő videóban. Hála Istennek, azzal nincs gond, hogy mi legyen a következő videó, mert abból van eszméletlen sok ötlet. Az, hogy mikor kerül fel, az majd egy másik dolog. Sziasztok!